Jó kis mérkőzés lett az Érd-Veszprém találkozóból, de szerintem Gyurka János majd egyetért abban, hogyha legelejétől kezdve a lányaid elhitték volna, hogy van itt keresnivalótok, akkor nem ez lett volna a végeredmény, mert hogy nekem azt tűnt föl, hogy egy jó időszakot, egy nagyon hosszú időszakot, nagyjából 20 percet szinte átaludtak a lányok. Pontosan így van. Úgy kezdtünk, mint Győrben. Számomra érthetetlen volt. Tudtuk, hogy mit kell játszani. Annak ellenére, hogy meg kell mondani, hogy az érdi fal, a hatos fal ma nagyon jól működött, nagyon jól zártak, fegyelmezettek voltak, sokat faultoltunk. Ennyit nem lehet adni ennyi előnyt, főleg egy hazai csapatnak, aki ilyen elánnal küzd. Ez nekünk nagyon sok energiába került, hogy felzárkoztunk. De annak ellenére azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jól küzdöttünk végig. Illetőleg a második félidőben voltak kidolgozott helyzeteink, amit nem tudtunk értékesíteni. Hát ez a végére megbosszulta magát. A félidőben nagyon szépen összeraktad a lányoknak a fejében a gondolatokat, ez látszott, ahogyan kijöttetek. És az is látszott, hogy egy új taktika bejöhet, jó volt ez a zavaró védekezés, erről miért álltatok vissza? El kell mondjam, hogy ez nagyon sok energiába került, főleg a felzárkózás az első félidőben, amit említettem már. Nem tudtuk úgy játszani. Szerdán játszottunk egy mérkőzést, ahol szintén teljesen kijátszottunk magunkat, két napunk volt regenerálódni. Ez látszott a végjáték, főleg a végjátékban. Tehát vissza kellett, hogy álljak egy hatos falra, több emberemet is kellett, hogy pihentessem, hogy legyen valamennyi végjátékunk. Ha ezzel a csapattal sokáig tudsz dolgozni, azért látszik, hogy lesz benne eredmény, mert hogy fogékonyak a lányok. Én azt kívánom, hogy türelem legyen nálad is, meg mindenkinek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szabó Hedinával pedig akkor folytatjuk. Nézzük, hogy érkezik meg hozzánk. Hát elképesztő, tehát még most is olyan vehemencia van az arcodon, ami példaértékű, és szerintem én például, hogyha játékos lennék, én marhára örülnék, hogyha olyan edző van, aki ennyire szeret motiválni játékosokat, és én arra emlékszem, hogy legutóbb, amikor itt beszélgettünk a Fradi meccs után, akkor én azt mondtam, hogy ha neked lesz időd, akkor látszani fog az eredmény, örülök, hogy kaptál időt, gratulálok. Köszönjük a klub vezetőségének a hitet. Igen, meg és a türelmet. Hát neked akkor pedig egy kis értékelésre is lesz még időd. Szerintem egy kicsit morcos lettél a félidőben, mert nagyon szépen felépített játékot egy kicsit elrontottatok a félidő végére, viszont utána megint visszajöttetek. Hát ez benne volt, egy nagyon komoly erőből álló csapattal találkoztunk, tehát ezt én gondoltam, hogy nem lesz úgy, hogy most megszerezzük az előny, nem is erre készültünk, hanem arra, hogy aki a végét jobban bírja, azt tud majd nyerni. Az a hullám, hogy ott nagyon jók voltunk egyébként. Elszórtunk egy-két labdát, és aztán megálltunk támadásba. Az ott a nagy szerencsénk, hogy a védekezés nem úgy volt, hogy szokott lenni, hogy az is visszaesik, azt ott tartottunk. És a Toguntójének a teljesítményét azért mindenképpen azt hiszem, hogy ki lehet emelni a csapat értékei mellett, hiszen mindig volt, aki hozzá tudott tenni ezen a mérkőzésen, és mindenki a saját feladatát azt nagyon-nagyon szépen megoldotta és dolgozott rajtam. Mennyi dolgoztok a védekezésen, mert nagyon-nagyon látványosan javultok folyamatosan, és nagyon jó ez a védekezés. Én azt gondolom, nagyon sokat készülünk egyébként az ellenfelekből, hát az biztonképpen segít. Lányok követik a norvég módszert, egyedül is sokat dolgoznak, ez látszik. Komolyan veszik, amit csinálnak. Hát ez egy, ez idő kell hozzá. És erre nem mondom el még egyszer, de ugye a Szekeres Ukcsevics az nem volt itt az elején, ahhoz is kellett egy kis idő, meg azt gondolom, hogy érzik az eredményét, lelkesek, és ez egy nagyon sok csapat mellett dolgoztam már meg csapattal, de ez egy ritka jó csapat. Hát akkor sok sikert, és a Fradi ellen szerintem nagyon jó kis meccset fogtok játszani, azt is majd mutatjuk. Köszönöm szépen! Remélem én is!